Környékbeli iskolákból érkeztek kispályás csapatok az immár ötödik alkalommal megrendezett újvárosi ifjúsági napra. Az időjárás is kedvezett a szervezőknek, akiknek fő célja az egyébként is kiváló helyi közösségek továbbépítése. A körzet képviselője szerint a Bercsényi Liget ma már nem elválasztja, hanem inkább összeköti a városrészeket és a családokat is. Itt állunk a Bercsényi Ligetben, ami sokáig Újváros és Sziget határaként vagy határvonalaként volt ismeretes, de az elmúlt időszak fejlesztéseinek köszönhetően most már azt tudjuk mondani, hogy összeköti a két városrészt, sőt nagyon sokan érkeznek egyébként még a belvárosból is ide a Bercsényi Ligetbe, hiszen sportolni, játszótérre, a kisgyermekekkel Kressz Parkba lehet jönni, minden lehetőség adott a feltöltődésre, a sportra, illetve a tartalmas időtöltésre. Én nagyon örülök annak, hogy ez a terület valóban most már egy integráns része lett itt Újvárosnak, Szigetnek és a belvárosnak is, és az újvárosi közösség is erős, és egyre jobban erősödik, azt látom. Hála Istennek a környéken egyre több új lakás épül, nagyon sok fiatal család van itt a környéken, tehát azt gondolom, hogy van jövője ezeknek a városrészeknek. Ez persze az kell, hogy legyen egy összetartó közösség, legyenek olyan rendezvények, amelyek építik itt a közösséget ezekben a városrészekben. A közösségépítő focitorna főszervezője minden évben lelkesen szervezi a különböző programokat, ezúttal sportos területet választott, hogy összehozza az újvárosi ifjúságot. Az Újvárosi Lokálpatrioták Egyesülete és az Újvárosi Művelődési Ház közös szervezésében sikerült megvalósítanunk 5. alkalommal az Újvárosi Ifjúsági Sportnapot. Hagyomány szerint a környező és a környékbeli iskoláknak a diákjait szoktuk hívni, középiskolás korosztálynak szánunk lehetőséget az együtt labdázásra, focizásra, illetve olyan diákokra is, akik itt végeztek Újvárosban, illetve Győrben, és egy kicsikét már korosabbak. Hagyományhoz híven ugye a Bercsényi iskolából hívunk egy csapatot, aztán a Péterfi gimnáziumból jönnek diákok, de hívunk a Cucor Gergely Bencés gimnáziumból is hagyományhoz híven, és a Fidelitásnak is mindig indul egy csapata, és az Újvárosi Lokálpatrióták Egyesülete képviseletében is mindig egy fiatal csapatot indítunk. Újváros továbbfejlesztése a jövőre nézve is kiemelt feladat, ebbe a körzet képviselője egyre inkább a magántőkét is bevonná. Ha az elmúlt időszakra visszanézünk, és amikor az újvárosi rehabilitációnak az első 2-3 szakaszát folytattuk le, akkor mindig azt mondtuk, hogy nagyon fontos az persze, hogy Európai Uniós forrásból, saját önkormányzati forrásból meg tudjunk újítani ingatlanokat, de mégiscsak az a fontosabb, hogy ennek nyomán megmozduljon a magántőke is. Én azt látom, hogy ezt a célunkat el tudtuk érni, hiszen itt Újvárosban, amik az elmúlt mondjuk 1-2-3 évben épültek, épületek vagy újultak meg, azok zömmel már a magántőke útján tudtak megújulni. Ez egy jó irány, én azt gondolom, hogy itt Újvárosban arra kell nekünk a következő időszakban törekedni, hogy biztosítsunk olyan lehetőségeket, amelyek aztán úgymond piaci alapon meg tudnak valósulni, de természetesen folyamatosan figyeljük a következő Európai Uniós időszaknak a forrásait, és hogyha lesznek olyan lehetőségek, amelyeket ide lehet becsatornázni, akkor azt természetesen meg fogjuk tenni. A szombati focitornán serlegeket kaptak a legjobban teljesítők, de erre a napra is igaz volt a mondás, hogy nem annyira a győzelem, sokkal inkább a részvétel volt a fontos. Jó!